Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, szent este, Isten igéjével, Ézsiás könyve 9. fejezetének 3. és következő verseiben. Te megsokasítod a népet, nagy örömet szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az aratók örülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és hátta veszélyét, nyomorgatójának botját összetöröd, mint Midján napján, mert a vizek harci sarúja és vérrel szennyezett öltözete elég, és tűz eledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos tanácsos, tanácsadó erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Isten tiszteletünk kezdetén a Hallelujából énekeljük a 7. számú énekünket. Hallelujából a 7., a Jászolban ki az ott, kit imádnak pásztorok. Oh,
magasztaljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük az énekeskönyvből a 327. dicséretünknek az első és második verseit. 327. dicséretünk első verse így kezdődik: ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel. Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi ünnepisten tiszteletünket az élő Jézus Krisztus nevében. Amen. Drága királyunk, áldunk és magasztalunk téged, azért az örömért, amellyel megajándékoztad a mi életünket. Amikor vállaltad az embert, és ott hagytad a menny dicsőségét, és megérkeztél ide erre a földre azért, hogy felemeld az elesetteket, hogy gyámolítójuk és vigasztalójuk légy az elesetteknek, a síróknak. Köszönjük néked, Urunk, hogy te elengedted egyszülött fiadat, azért, hogy azt az óriási szakadékot, amit az ember tett, amikor elhagyta a te akaratodat, a te parancsolatodat, amikor úgy gondolta, hogy tettével nagy lehet. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezt a szakadékot a kereszt hidalját, de ezért a keresztért el kellett engedjed ebbe a bűnös, elesett, nyomorult világba te egyszülött fiadat. Köszönjük néked, Urunk, hogy most megállítasz bennünket. Te látod, hogy hogyan készülünk a veled való találkozásra. Te látod, hogy mi van ott a szívünkben, és te látod, mi van arra a táblára ráírva. Köszönjük néked, Urunk, a kegyelmi időt, a mai napot, hogy ma még úgy borulhatunk le előtted, hogy átadjuk neked életünket, elfogadjunk téged életünk megváltójául. Köszönjük néked, Urunk, hogy ez a találkozás, ez a döntés ma megtörténhet. Azért, mert te vagy a kezdeményező. Azért, mert te jöttél. Azért, mert te keresel bennünket. Azért, mert te állsz most is ott életünk ajtaja előtt.
Azért, mert nem csak állsz, hanem zörgetsz, kopogtatsz és hívogatsz. Engedd, Urunk, hogy tudjunk most valóban csendben lenni, meghallani a Te szavadat, igédre figyelve, néked engedelmeskedni. Ajándékozzál meg bennünket ezen az estén a karácsony áldott csodájával. Amen. Bizonyságtételem alapigéje ma estére írva található a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetének első 14 versében. Jézus születésének a történetét Lukács evangéliumából hallgassátok. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott. Hogy bejegyezzék jegyesével Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szüleisének napjai, megszült elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn örködtek éjszaka nyájuk mellett, és íme az Úr angyala megjelent nekik, és körül ragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek, és az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, egy nagyon-nagyon különleges helyen hangzott el az angyalnak az üzenete Mária számára. Nem Jeruzsálemben, nem egy másik nagyvárosban, hanem Galilea tartományában, egy olyan helyen, Názáretben, amit az Ószövetség egyetlen egy helyén sem lehet elolvasni. Amihez, Názárethez nem tartozik egyetlen egy ószövetségi ígéret sem. Hát akkor miért? Isten igéje felel rá, hogy miért éppen Názáretben hangzik el ez a csodálatos angyali üzenet, egyetlen egy mondat. Azért, mert itt élt, ebben a városban élt a Dávid házából származó József. És a következő miértünk is elhangzik ma szenteste, hogy miért éppen Mária az, akit az Úr kiválaszt. És erre is nagyon-nagyon egyszerű a válasz, csak el kell tudni fogadni hittel, nem jellemével és nem természetével magyarázható, hogy miért éppen Mária, hanem egyesre egyedül Isten kegyelméből. Hisz ezt olvassuk Isten igéjéből, hogy Mária egy kegyelembe fogadott lány Názáretben. És akkor lépkedjünk még tovább ebben a miértekben, mert még bőségesen van, hogy az összeírás. Miért éppen akkor és miért éppen ott? Hisz talán Augustus császár ideje alatt volt a birodalomban az a boldog békeidő, amikor
hogy elcsitultak a polgárháborúnak a veszélyei és veszedelmei, és talán mindenki Augustus császár előtt hajbókolt és félistenként imádták. Na, nem a leigázott népek, hanem a birodalomban élő emberek. Kell, a császár úgy gondolta, hogy kell ebben a békeidőben egy népszámlálás. Miért? Hát azért, hogy kiderüljön, hogy hány emberre lehet adót kivetni. És még mindig vannak kérdések, és még mindig vannak miértek, miért indul el Mária és József Názáretből Betlehembe. Amikor tudtuk és tudják, Mária is és József is, Mária is érzi, hogy közel van szülésének az ideje. Miért nem maradnak otthon? Vagy miért nem megy el csak József egyedül, és miért nem marad Mária otthon, az otthon adta védelemben? A büntetéstől féltek? Nem. Erre is Isten igéjéből megtaláljuk a választ a miértekre, azért, mert ez volt az Istennek az akarata, hogy a fia Betlehemben szülessen meg. És ekkor születik meg Palesztina legelrejtettebb falujában a világ megváltója. Kinek születik meg, és itt ezzel fogom majd befejezni ennek a bevezető gondolatait, a miérteket. Kinek születik meg? A világ megváltója Palesztina legeldugottabb falujában. Zakariás mondja meg és adja meg a választ, akik a sötétben és a halál árnyékában ülnek. A miérteket szeretném lezárni, és igényben három gondolat lesz előttünk. Az egyik az öröm ünnepe fog, az első gondolat, a második gondolat kellemes ünnepeket, és a harmadik áldott ünnepeket. Karácsony, Szenteste, karácsony első és második napja, de talán mondhatjuk adventi időnket is, az öröm ünnepe és az öröm napja. Csodálatos dolog az, hogy az ember úgy érkezhet meg Szentestére, és talán majd otthonaitokba, és mi itt a templomban, és köszönjük már most előre azt annak a testvérnek a gondoskodó szeretetét, aki ellátott bennünket zárt templomunk ellenére és karácsonyfával is, és fel tudtuk díszíteni ezt a karácsonyfát. Így érkezünk meg, és így érkeztünk meg, hogy öröm ünnep a mai nap. Öröme van az Istennek, öröme van az angyaloknak, öröme van az embereknek, öröme van a világnak, na nem azért, mert népszámlálás van, és nem azért, mert nyitva vannak a vendégfogadók, és már nincs hely, nagyon-nagyon sok ember számára nincs hely, Mária és József számára sem, hanem azért, mert Isten elküldte az egyszülött fiát erre a földre, ide engedte, Isten ide alázta magát az ő egyszülött fiában az embereknek, a világnak. Egyetlen egy valaki tombol, mérgében és dühében. És ezt úgy hívják, Sátán. Ő az egyetlen egy, aki nem tud örülni, és az ő követői. És hangzik az öröm ünnepen, mi más hangozhatna, mint az öröm üzenet. És mi az öröm üzenet? Az, hogy az Isten emberré lett. Jézus hozzánk jött, értünk jött,
És még tegyük fel akkor azt a kérdést, hogy de miért? Miért engedte el, minek alázta magát az Úristen ebbe a világba önmagát? Miért? Azért, mert mi megérdemeljük. Azért, mert jók vagyunk. Azért, mert kegyesek vagyunk. Azért, mert igét olvasunk. Nem, nem ezért. Neki egyetlen egy célja volt karácsonnyal. Fiának az ideadásával, hogy az ember megtérjen, és hogy az ember éljen. Jézus ezért jött, ezért halt meg, helyettünk és érettünk ott a Golgotai kereszten, mert Istennek ez volt az akarata, hogy az ember éljen. Hogy kérdezzem meg így, szentestem a tőled, drága testvérem, hogy mi fontos ma számodra? És mi lesz fontos számodra holnap, karácsonykor? A jászol? Az istáló? A karácsonyfa? A halászlé? A beigli? Vagy a pólya, ami egyedül csak Lukácsnál fordul elő az evangéliumokban. Egyedül csak Lukács, mint orvos beszél a pólyáról. Vagy fontos számodra az, hogy Jézus megszületett, hogy vállalta az emberi nyomorúságot, hogy megváltunk lehessen. Fontos ez számodra? Vagy erre csak legyintesz, és azt mondod, hogy ugyan már, minek erről annyit beszélni. Azért, mert számomra ez nagyon-nagyon fontos. Vagy fontos volt számodra, és nézted, de felhős volt az ég, és Magyarországon nem lehetett látni, de Erdélyben talán igen. Hétfőn nézted a csillagokat, hogy látod-e a betlehemi csillagot, amikor két csillag óriás, két óriás bolygó, a Jupiter és a Szaturnusz rendkívül közel volt egymáshoz. Azt olvastam, hogy 6 évperces távolságban voltak. Talán csak egy pontot lehetett látni, ott, ahol lehetett látni. Érdekes volt, hogy Vatikáni obszervatóriumnak a vezetője mondott egy gondolatot, ha szeretném nektek szó szerint idézni. Fontos észben tartani, amikor nézted, vagy nézed a csillagokat. Ezt az két óriás bolygónak, a Jupiternek és a Szaturnusznak, ezt a rendkívül közeli együttállását fontos észben tartanod, hogy a betlehemi csillag egy apró részlet Máté evangéliumában. A történet lényege, amiről majd karácsony második napján szeretnék néhány szóban majd bizonyságot tenni, a történet lényege, mondja a Vatikáni Obszervatóriumnak a vezetője, történet lényege nem a csillag, hanem a gyermek. Mi fontos számodra? A csillag? Vagy a gyermek? Nagyon sokan kívántak úgy nekünk, és talán nektek is, kedves testvérek, karácsony ünnepeket, hogy azt mondták, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket. Kérdezzük meg magunktól, hogy kellemes lehet az az ünnep, amelyben Jézus születése szenvedéssel kezdődik? Lehet kellemes? Vagy kérdezem így, hogy csak kellemes,
És emlékeztek egy vagy két héttel előtti bizonyságtételemben, amikor az ajtókról volt szó. És azt mondtam, hogy az ajtó lehet nyitva, de lehet bezárva is. Úgy érzed, hogy kellemes ez a karácsonyi ünnep, és ezért kívánsz kellemes karácsonyi ünnepeket a melletted élőnek, az ismerőseidnek, azoknak, akik most nem tudnak veled együtt karácsonyozni, mert a szíveden már kint van a megtelt tábla, hogy már nincs hely. Volt egyáltalán nyitva életed során szívednek ajtaja? Vagy mindig kulcsra volt zárva, mert sohasem engedtél a kint váró Jézus kopogtatásának, és zárva maradt? És ma is zárva van az ajtó? Vagy talán úgy emlékszel vissza életed folyamára, hogy voltak időszakok, amikor igen, ott volt az első szeretetnek a tüzés, igen, nyitva volt az ajtó, de azóta már hány karácsony telt el. És ez az ajtó lassanként, minden évben egy-egy centivel becsukódott, és ma már ott van a tábla, nincs hely. Mivé lett a szíved? Drága testvérem, így karácsony estéjén. Pedig ezen az este is hangzik feléd az örömhír számodra. Nem akárki született meg, hanem életed szabadítója, életed megváltó királya. Ó, de le kellene neked is, és nekem is aggatnom, letednem karácsonyi dekorációkat, amik ott vannak az életedben, amelyek ott vannak az életemben. Áldott ünnepeket. Ezt fogom majd kívánni nektek bizonyságtételem végén, és holnap férjem karácsony első napján áldott karácsonyi ünnepet fog neked kívánni. Amikor megszülettél, mondja egy feljegyzés, amikor megszülettél, semmid nem volt, amikor el kell menned, nem vihetsz magaddal semmit sem. Karácsonyfa alatt megállva, ne a sorsod felől gondolkodj. Ne azon gondolkodj, hogy vajon milyen lesz a következő karácsony. Ne azon gondolkodj, hogy mit kell majd tegyél. Most egy kicsit maradj csendben a karácsonyfád alatt. Ne a sorsod felől gondolkodj, hanem az üdvösséged felől. Isten ide alázta magát ebbe a világba, hogy neked örök életed legyen. Nem nyomaszt ez téged, hogy sorsod felül aggódsz, félsz a holnaptól, és az üdvösséged, az életed, az örök életed nem foglalkoztat. Még karácsony sokkor sem, amikor Jézus születését ünnepeljük. Megállni csendben, és végig gondolni, amikor megszülettem, semmim nem volt. És amikor el kell mennem erről a földről, amikor hazamegyek, nem vihetek magammal semmit sem. És ebben a csendben, amikor nem csak az Isten alázza oda magát én elém, amikor ide küldi egyszülött fiát, ide adja egyszülött fiát, hanem amikor én is megalázkodom az Isten előtt, és látom az életemet, akkor egy dolgot tudok mondani. Igen,
Nekem szükségem van a fiúra. Nem tudok nélküle élni. Nem tudok tovább járni. Szükségem van. Tudok-e a fiúról bizonyságot tenni? Hogy értem, helyettem és miattam született meg. Ha ez erre én eljutok, hogy nekem a fiúra szükségem van, akkor már nem azt mondom neked, drága testvérem, hogy kellemes karácsony ünnepeket, hanem azt mondom neked, hogy áldott, békés és kegyelemteljes ünnepeket kívánok neked. Te mit mondasz? Még mindig csak kellemes? Vagy már tudod mondani, velem együtt, 2020 karácsonyán, tudod-e mondani a melletted élőnek, a távolban lévőnek, tudod-e mondani, áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt kívánok, én ezt kívánom neked, teljes szívemből, és segítsen az Úr téged, hogy te is velem együtt ezt tud mondani, hogy igen, nekem ma semmi másra nincs szükségem, csak egyetlen egy valakire, a fiúra, aki megszületett és meghalt helyettem, és érettem a Golgotai kereszten, azért, hogy életem legyen, gondolkozz. Karácsonyfád alatt, csendben, gondolkozz, ne a sorsod felől, az üdvösséged, az örök életed felől. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy megállítottál bennünket. Olyan sok miért hangzik el ajkunkról. Olyan nehéz elhinni, hogy te ennyire szeretsz bennünket, amikor látod a szeretetlen szívünket. Látod azokat a földi dolgokat, amivel elhalmoztuk az életünket, és bocsásd meg, ha a fiút nem akartuk beengedni az életünkbe. Azt hittük, hogy gazdagok vagyunk, és a fiú nélkül rongyos szegények vagyunk. Bocsásd meg, amikor csak a sorsunk érdekelt, és nem akartunk gondolkodni arról, hogy egyszer eljön életünknek a vége. Amikor el kell mennünk erről a földről, hogy vajon van-e üdvösségünk. Kérünk téged, hogy ezért beszélj tovább az életünkkel. Beszélj tovább a mi szívünkkel. És engedd meg, hogy ez az ünnepen is egyetlen egy valaki legyen fontos a számunkra. Ne a csillag, ne a jászol, ne a pólya, hanem a gyermek. A gyermekkel ajándékozzál meg bennünket, Urunk. S engedd, hogy a gyermekkel tudjunk majd tovább menni életünk útján. Így áldjál meg bennünket, így áld meg közelben és távolban lévő szeretteinket. Légy a magányosokkal, az elesettekkel, a betegekkel, a haldoklókkal, az orvosokkal, az ápolókkal. Légy mindnyájunk őriző pásztora, irgalmadból kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiú szeretet és a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Záróéneknek énekeljük a 327. dicséretünknek, a már énekelt énekünknek a harmadik és negyedik versét. 327. dicséretünk, harmadik és negyedik vers, a harmadik vers így kezdődik. Ti angyali lelkek, ma zengjetek az Úrnak.